tüntetést szerveztek Budapesten. A tömeg délután a Petőfi szobortól a Margit hídon át a Bem térre vonult. Így sok nemzeti színű zászlóból kivágták a sztálinista címet. A parlament előtt már 100 000-es tömeg követelt ellenzékét a kormányba. Este 9:30 körül a tüntetők ledöntötték a Dózsa György úton álló sztálin szobrot a zsarnokság jelenlétét. A rádiónál a 16 pont beolvasását követelték. Ezt azonban megtagadták tőlük. A feltöltött tömeg jelszavakat skandált. Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Aki magyar velünk tart! Aki magyar velünk tart! Tamás Lajos, piros a vér a Pesti utcán. Megyünk! Valami láthatatlan áramlás, szívünket felújtja. Akadozva szám még az ének, de már milyen a Pesti utca. Nincs más teendő, ez maradt, csak ez maradt. Sötétedéskor eldöntöttek az első lövések, megindult a fegyveres harc. Ismét milyen kabátor ének, parancsolatlan, tiszta szívvel. A fegyverek szemünkbe néznek. Kire lövett belügyminiszter? Piros a vér a Pesti utcán. Munkások, ifjak vére ez. Piros a vér a Pesti utcán. Belügyminiszter, kit lövett?